Kérem, tegyék fel azok a kezüket, akik írtak kamaszkorukban verseket. Köszönöm. Most kérem, tegyék fel azok a kezüket, akik azért írtak kamaszkorukban verseket, mert szerelmi, szerelmesek voltak, szerelmi bánatuk volt, vagy világfájdalmuk. Köszönöm. Most kérem, azok tegyék fel a kezüket, akik meg tudnák nekem mondani, mi az, hogy vers. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki nem tette föl, én se tudnám. Engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Jó napot kívánok, én Simon Márton vagyok, költő. Négy önálló kötetem jelent meg, bő 15 éve publikálok. Szerkesztettem verses kötetet, szerkesztettem vers antológiát, fordítottam verseket japánból és angolból. Lényegében az életem java részében szövegekkel foglalkoztam. Ha nagyon muszáj lenne, föl tudnék hozni posztmodernt, metamodernizmust, poszthumanizmust, szaffót és dömdödömöt. De nem tudnám megmondani, mi az, hogy vers. Pedig igyekeztem egyébként már találni néhány definíciót, hát is lett egy-kettő. Vers az, amikor megszavaztatnak minket, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Vers az, amikor góg és magók, hosszas hezitálás után végre elszállják magukat a gyerekváralásra. Vers az, amit a kiadók nem akarnak kiadni, az olvasók állítanak nem akarnak elolvasni, a világ előszeretettel sajnál le, presztízs nem jár vele, karrier nincs hozzá, valamiért mégis emberek teszik fel rá folyamatosan az életüket. Megnéztem egyébként gyorsan a világirodalmi lexikont is. 16. kötet, 623. oldal, baloldali kolumna lap közepe, szó szerint idézem. Legtágabban értve a vers olyan szöveget jelent, amely írásképében nem lapszéltől lapszélig terjedően folyamatos tördelésű. Köszönöm szépen, jól sejtik ezt szó szerint. Azt jelenti vers az, ami nem ér ki a margóig, igen. Nyilván van a legnagyobb klasszikus, a kedvencem vers az, ami rímel, és ezt mindig szerettem volna kipróbálni, úgyhogy most muszáj. Kérem, tegyem el fel a kezét az, aki szerint csak az a vers, ami rímel. Köszönöm. Na, ha volt ilyen, akkor nagy szeretettel kívánok neki ezúton is jobbulást. Szóval hogy van -e ez a paradox helyzet. Mindenki tudja, hogy mi a vers, de hogyha nincsen személyes, történeti, helyi vagy alkalmi kontextus, akkor nem lehet megmondani, hogy mi az, hogy vers. Ezt nyilván mindenki tudja, én is tudtam, nem is nagyon gondolkodtam ezen, amíg egyszer teljesen véletlenül beugrott a tökéletes válasz, mégis arra kérdést, hogy mi az, hogy vers. Vers az, amit egy költő ír. Ez a leghíresebb versem. Most már csak abban kéne megegyezünk, mit jelent az, hogy költő, ugye? Néhány héttel ezelőtt alkalmam volt Debrecenben egy csapat hetedikest megkérdezni, mi az első dolog, ami jut, hogyha azt mondom, hogy költő. Mit gondolnak, mit mondtak? Hát, tehát I.S. Ezra Pound, William Shakespeare, nem, nyilván vicceket, Petőfit mondták természetesen, de nagyon érdekes lenne egyébként kérdezni, amúgy is felnőttek, és minden korosztályban, hogy mi az, ami eszünkbe, jut. milyen egy költő. Ugye, tehát ezt ilyen föl lehet sorolni, hogy fekete-fehér, halott, szomorú, szállalomra méltó szerelmes és férfi. Tehát fekete-fehér, halott, szállalomra méltó szerelmes férfi, magyarul, hogyha egy soktáblát, egy elütött kismacskát és rossz gellert a jó barátokból így összegyúrunk, hogy megkapjuk az ideáltipikus költőt, ami az emberek fejében létezik. Én egyébként ezen a ponton teljesen komolyan szeretném leszögezni egyébként, hogy semmiféle kiválasztottság már nem hiszek. Tehát nyilván az intellektus, a tehetség, az egyéni sors és az egyéni döntések, ezek mind nagyon fontos tényezők, hogyha erről a ö, dologról beszélünk. De azt gondolom, hogy kvázi egyébként bárkiből, tényleg bárkiből lehetne költő. Hát jó, hát legfeljebb nem jó költő, de hogyha most itt elkezdem megfejteni, mi az, hogy jó, akkor hajnalban rám küldi a teket az elte filozófia tanszék. Máshonnan közelítve viszont, akkor kiből lesz költő? Erre is van egy válaszom, ha hiszik, ha nem. Szerintem abból lesz költő, akit kidobtak a repülőgépből. Nehéz ezt ennél jobban megközelíteni, mert mindenki csak és kizárólag saját maga tudhatja, vagy saját hatáskörében döntheti el, hogy van-e helye ebben a képben, egyáltalán benne van -e ebben a képben. És egyébként pedig nyilvánvaló, hogy mindannyian éreztük már, hogy kidobtak minket a repülőgépből. Ez az emberi mi voltnak nevezhető tapasztalatnak egy ilyen keserű velejárója. Hogy időnként arra ébredünk, hogy minden ellentétes irányú erőfeszítésünk dacára, egyszerűen csak a üres, jeges, fekete semmiben zuhanunk egyedül. Ilyen van. Van, akivel tíz éves korában történik, valakivel, nem tudom, 27. Van, akinek egy traumatikus élménye lesz, vagy egy traumatikus emléke lesz, van, akinek létállapotává válik. A variációk egyébként a végtelenségig sorolhatók. Mindenkinek nehéz gyerekkora volt, mondotta állítólag az egyszerű terapeuta. Mégsem lesz mindenkiből költő? Hál' Istennek. De néhányakból meg igen. Hál' Istennek, mert szükség van rá, hogy valaki elvégezze a költők munkáját. És akkor itt merül fel a kérdés, hogy jó, de akkor mi a költő munkája? Írni. Semmi más dolga nincs, szerintem, esküszöm, semmi más dolga nincs egy költőnek, ahhoz, hogy költő legyen, mint hogy írjon. Pontosabban, leírja azokat a szükségesnek érzett mondatokat, amiket szeretne hozzátenni ehhez az emberi mi voltak nevezett tapasztalatkörhöz. Főleg azért, mert azt gondolja, hogy hosszú távon minden azon múlik, hogy leírunk-e ilyen dolgokat, vagy sem. És igaza van. Mert olyanokat fog leírni, amiket senki más. Mert ki más írhatná le az, hogy iszonyú minden angyal. Hogyha nem egy költő. Ki tudna a zenét csinálni a virágok nevéből? Ki tudna túlmutatni a hétköznapok idegesítően normális, szorongató, triviális jelentésén, amiket használni kényszerülünk természetesen mindannyian ki. Ki tudna felvillantani egy új korszakot? Ki tudna egy új hangsúlyt találni, egy új hangulatot felfedezni? Ki? Hát, vagy ki tudna ilyeneket trollkodni? persze, hát az is benne van. És akkor itt tenném fel a kérdést. Nem. Hát ugye a vadakat terelő juhász, Orfeusz, ezt tudja, hogy van a fejében a csengő, hogy muszáj leírni egy adott mondatot, és amíg nem írja le ezt a mondatot, addig nem hallgat el a csengő. És ő sem tudja, hogy mi lesz az a mondat. És néha leírja, de tévedés. És néha leírja, és kiderül, hogy éveken keresztül tévedett. És semmiféle garanciája nincs. De a kérdés, amit majdnem föltettem egy perccel ezelőtt, az úgy szól, hogy tegye fel a kezét, aki szerint szükség van költőkre. Nagyon köszönöm. Szerintem nincs. Bevallom, szerintem versekre van szükség. Méghozzá, hát mondjuk nem azért, hogy legyen mivel szívatni a leendő IT-sokat érettségén, meg tulajdonképpen azért nem is azért, hogy egyszer majd valaki, köszönöm, hogy lehet majd egyszer valaki betegre keresesse magát rajtam, hogyha végül is meghaltam, hanem, hanem azért, mert a vers az olyan mondatok gyűjtőhelye, amiket nem írhat le se publicista, se marketinges, és még a legjobb prózaírók sem. A csak és kizárólag önmagukért leírandó mondatoké. És ezek azért fontosak, mert ezek azok a mondatok, amik rejtélyes, titokzatos módon meg tudják teremteni a tökéletesen értelmetlen létezésben egy történet halvány illúzióját. Egy ilyen pókháló finomságú keretet, amiben elhelyeznek bennünket lélegző otromba jószágokat egy nyelv működésébe, egy valóság működésében. Közömbös érzékenységgel emelve fel minket a káoszból, valamelyik lehetséges önmagunkig. Ezek a mondatok adnak türelmet a semmi megfejthetetlen rejtvényeihez, amikkel az úgynevezett időnk, az úgynevezett életünk telik el. Egy padon ülve, egy koporsó mellett állva a tengerben úszva ezek a mondatok lesznek a pad, a koporsó, az úszás. Mert csak és kizárólag ezek az önmagukért leírandó céltalan mondatok azok, amikben végül is minden magára találhat, és ezáltal az lehet, ami. És hogyha nincsen megfelelő szavunk valamire, akkor semmink nincs. Ez a lényeg. A tenger. Képzeljük csak el, a tenger, anélkül a szó nélkül, hogy tenger. Csak egy csomó hideg, Sós halszagú víz. Aki két hete nem tudja, hogy milyen nap van, az nyaral. Aki két éve, az depressziós. És az ott, fönn, az ott fönn nem egy 5 milliárd éve tartó termonukleáris fúzió. Az a nap. Ez jelenti a keret. Ez jelenti az, hogy van-e valamire megfelelő szavunk, vagy nincs. És számomra ezeknek a legtisztább előhelye a tiszta forrása, a vers. Mindenre, amit még nem tudok. Még azt sem tudom róla, hogy nem tudom. De jó lenne tudni. Egyszer jó lenne tudni. Legtöbbször nem is a szó lényeg, talán a logika, a jelentések arányai. Néha az optika, amivel látni enged egy megfelelően kalibrált hangsor. Esetleg. Ha úgy tetszik, akkor a vers az egy ilyen, hát, Rubik kocka. Amit a tanulás, a játék, a felejtés, az erőfeszítések, a szenvedés, a beleérzés, a veszteségek, a megőrülés, a létezésünk összes lehetséges különböző fázisán keresztül, lépésről lépésre próbálhatunk meg, megfejteni. Úgyhogy soha nem lesz vége. Soha nem lesz kész, és biztos, hogy nem csak egy jó megoldása van. Viszont, ha szerencsénk van, akkor ennek a kockának a színei, a színei, azok velünk maradnak. És lehetőséget adnak rá, hogy megrajzoljuk velük egy egy jó minőségű szenvedés örömét. Hangsúly a lehetőségen. Vagy hangsúly a szenvedésen, vagy hangsúly az örömön. hát a költészet nem más, mint a mínusz 273 fok extázisa. És akkor erre most bárki nyugodtan mondhatja, sőt joggal, hogy hát ez nagyon szép, tök jó, tök nagyon szép lila. De hogy mit lehet ezzel kezdeni a hétköznapokban, és ez egy teljesen jogos kérdés. Jó esetben szinte gyakorlatilag semmit. Ö... Hát rossz esetben meg mindenki emlékszik rá, hogy, hogy tavaly márciusban bezártak minket. Egészen pontosan 2020. március 17-én kedden jelentették be a pandémia miatti első általános lezárásokat, kiállási tilalmat és mindenféle korlátozást. Nem lehetett tudni semmit, ugye erre is emlékszünk valószínűleg. Semmi, lehetett, nem lehetett, azt lehetett tudni, hogy az évek óta ígérgetett világjárvány megérkezett. Ez így volt. Nem lehetett azt se tudni, hogy holnapra mi halunk vagy holnap utára senki. Ültünk otthon, és tehetetlenek voltunk. Én is ültem otthon, és tehetetlen voltam. Aztán egyszer egy hirtelen ötlettől vezérelve, ahogy akkor egyébként többen, tehát nem én voltam alapvetően a kezdeményező, kiírtam az oldalamra, hogy ma este Insta Live-on verseket fogok felolvasni élőben a kedvenc költőimtől. Tehát nem saját, a kedvenc költőimtől. Nem tudtam, hogy ezt miért csinálom valójában. Ha lehetek ilyen őszinte, soha nem akartam streamer lenni, és nem néztem streamereket, nem hittem abban, hogy van hozzáadott érték hogyha verseket olvasok, nem nagyon érdekelt ez az egész. És nem tudtam azt sem, hogy ezzel az első alkalommal lényegében elindítok egy tulajdonképpen bizonyos értelemben azóta is tartó állandó felolvasás sorozatot online, aminek az a neve, hogy Pingvinovoda. Ez nem... Hát részben én találtam ki, részben meg a követők. Ö, tulajdonképpen ez nem volt más, olyan voltam, mint a nézhető rádió. Tehát, hogy ültem és verseket olvastam így. Tehát, hogy aki egyet látott egy ilyen screenshotot, az látta mindet. Hallgatni kell. És... Ö, Hát először tényleg a kedvenc költőimtől szedtem elő a könyveket, aztán utána tulajdonképpen az összes verses kötetet, ami a polcomon volt, mázdi, hogy iszonyú mennyiségű verses kötetem van otthon. fontos, hogy megpróbáltam figyelni rá, mint egy kísérlet jelleggel, hogy egy férfi költőre egy nő költő jusson, ha már adódott ilyen lehetőség, és kiderült, hogy ez igaziból teljesen jól csinálható, csak akarni kell. Nem tudom, hogy pontosan hány verset olvastam fel a végén. Legkevesebb szerintem olyan 1300, de lehet, hogy többet. Nagyjából olyan 50 alkalom volt, némelyik elveszett, némelyik megvan. És nehéz lenne azt is megmondani, hogy pontosan milyen érzés volt ezeket a felolvasásokat csinálni, mert, mert nagyon, 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 nagyon furcsa. Tehát azt tudtam, hogy segíteni nem tudok. Tehát ilyen, ilyen megváltó pozícióba, valamilyen humbukba nagyon-nagyon nem szerettem volna még véletlenül sem belecsúzni. Tudtam, hogy nem tudok segíteni, ez egyértelmű volt. Viszont, azt gondoltam, hogy talán, ugye megtorpan a világ és összeomlik éppen, tehát ez logikus, hogy nyilván versekkel kell foglalkozni, de hogy azt gondoltam, hogy ebben a teljesen abszurd és elviselhetetlen helyzetben talán az összkép egy hajszállal, teljesen csak egy hajszállal, kevésbé lesz elviselhetetlen, hogyha valaki ül a sötétben és néha verseket olvas. Abban a sötétben, amiben éppen mindannyian egyedül zuhantunk. Szerintem a, a, Titanic zenekarra érezhetett így nagyjából. Nagyon sokat köszönhetek ezeknek a felolvasásoknak, olyan volt, mintha a végtelen bábeli könyvtárnak a homályában ülhettem volna estéről estére. Keresve azt az egy darab mondatot, ami valamilyen váratlan, furcsa formában jelentést ad a körülöttem zajló időnek. Nem tudom, hogy megtaláltam -e ezt a mondatot és az, hogy bárki, aki ezeket hallgatta, megtalálta magának bármelyik felolvasásban, akár csak egyetlen egy mondatot is, ebben is csak reménykedni tudunk. Viszont ha már szóba kerültek a hétköznapok, hát az történt ugye összefoglalva, hogy jött a COVID, és átszabta a hétköznapokat olyanokra, hogy igenis legyen bennük hely a költészetnek. Úgyhogy ha sikerült ezt az elképesztően rossz címet adnom, hogy hál' Istennek már nem is látszik, hogy mi a költő feladata a 21. században. Amiről egyáltalán nem beszéltem, ez a legjobb mindegy. Szóval, hogy mi a költő feladata a 21. században, hát egyet mindenképpen felírhatunk azért, hang alá mondást csinálni világjárványokhoz. És végezetül azok kedvéért, akik nem szeretik a verseket, mert én tudom, hogy van egy csomó ilyen ember is, aki távol tartaná magát. Képzeljük el, milyen lenne, ha eltűnnének a versek a világból. Ugye képzeljük el, húsvét-hétfőn állnánk ot otthon a mamánál, kezdünk fenn a kölni, torkunkban gombóc, szemünkben félelem is, se zöld olyan nincs nincsen pénz. Vagy kamaszkorunkban az első nagy szerelmek idején egy másodfokú pirossal írt, másodfokú egyenletekkel teli papírokat adogatnánk át a pad alatt a szerelmünknek. Vagy nem tudom, anyáknapi ünnepségen állnának könnyes szemekkel némán az óvodások, és néznének, mint a jegenyék. Szóval, hogy... Nyilván egyébként maradnának a Puszta megközelíthetetlen tények. És maradnának az olyan mondatok, amik egyszerre vannak túl, és innen a verseken, pedig egyébként semmi közük nincsen az irodalomhoz, amiket nem leírni kell, hanem kimondani muszáj. És most négy ilyen mondattal szeretnék zárni és megköszönni a figyelmüket. Ez a négy mondat pedig nem más, mint hogy egy. Kérem, kérem, tanuljanak empátiát és felelősséget. Mert ezt törik ki belőlünk éppen, és enélkül nem lehet élni. Kettő. Higgyenek. Elszent a higgyenek. A tudományban, a demokráciában, és tegyenek minden nap a jövőért. Három, aki éhes, gondolkodás nélkül etessék meg. És végül négy, vegyenek néha csak úgy egy mély levegőt. Vegyenek néha csak úgy egy mély levegőt. Vegyenek néha csak úgy egy mély levegőt. Köszönöm szépen a figyelmet.